Agrohét, a hét agrárhírei. Egy hét elteltével újra jelentkezik Agrohét című híradónk, s benne a hét legérdekesebb agrártémái. Minden fa számít, ezért az Agrárminisztérium a 10 000 fő alatti lakosságszámú településeknek településvásítási programot hirdetett, melynek keretében 12 000 sorfát térítésmentesen igényelhetnek. Tej, szívvel, lélekkel, fogyassz minden nap tejterméket szlogennel elindult az Agrármarketing Centrum tej és tejtermékek fogyasztását ösztönző kampánya. Mindeközben a tej spotpiaci ára csökken. Az áprilisi fagyok után milyen lesz az idei megytermés? Milyen mennyiségre, milyen árakra számíthat a termelő és a felvásárló? Törös Ramóna vagyok, lássuk a heti témákat! Dr. Nagy István agrárminiszter 500 millió forint keretösszegű településvásítási programot jelentett be a héten, melynek célja elsősorban a közterületek, valamint az óvoda és iskolaudvarok, oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása a 10 000 főnél kisebb településeken. Az elmúlt években a közvélemény egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a környezeti kérdések, azon belül is az erdősítés és természetesen a faültetés felé. Szilárd társadalmi konszenzus van mögötte, és erős igény is van rá, hogy a lehető legtöbb módon támogassuk a zöld területeknek a bővítését. A kormány és az Agrárminisztérium természetesen partner ebben. Ezért hirdetjük meg idén nyáron a 10 000 fő alatti lakosságszámú településeknek a településfásítási programot, amelynek keretében 12 000 sorfát szeretnénk elültetni térítésmentesen. A fával borított területek növelése, a települések zöldítése mellett pedig az is fontos, hogy a fák elültetése és gondozása erősítse a helyi közösséget. Most induló 500 millió forint keretösszegű településvásítási program célja elsősorban a közterületek, valamint az óvoda és iskolaudvarok, oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása a 10 000 főnél kisebb településeken. A 12 000 fát, valamint azok szállítását a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT biztosítja. A fákat tavasz folyamán már konténerbe ültették, most itt Kecskeméten és Szombathelyen nevelik őket az ősszel kezdődő ültetési időszakig. Az Agrártárca által kezdeményezett településfásítási programot az Országos Erdészeti Egyesület koordinálja, és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat cselekvési terve alapján a vidékfejlesztési program irányító hatósága támogatja. A mai napon megnyíló országfásítás.hu oldalon minden részlet, ültetési segédlet és egyéb információ is megtalálható. Az igényléseket is ezen az oldalon keresztül adhatják le az önkormányzatok, a településen működő állami önkormányzat és egyházi intézmények, valamint a civil szervezetek. Összesen 19 fafajtából válogathatnak az érdeklődők, a helyben jellemző termőhelyi adottságoknak megfelelően. A szakszerű ültetés érdekében az Országos Erdészeti Egyesület minden helyszínen egy erdészszakember jelenlétét biztosítja. Minden fához biztosítunk támasztókarót, takarómulcsot és védőrácsot. Annak jelképeként, hogy ezek a fák növelik a településen található élőhelyek változatosságát, és más élőhelyek otthonául is szolgálnak majd, minden igénylő kap plusz egy madárodut is. Mint tudjuk, egy fa még nem erdő, de az erdő is egy-egy fa elültetésével kezdődik. Tej, szívvel, lélekkel, fogyassz minden nap tejterméket. Gici Gergely, az Agrármarketing Centrum ügyvezető helyettese kiemelte. Az idei tejkampány célja kettős. A klasszikus fogyasztás ösztönzésen túl hangsúlyos szerepet kap a fogyasztói edukáció is. A kampányban, mely főként az online térben zajlik majd, jelentős közösségi média aktivitással a fiatalok és a fiatal felnőttek kerülnek fókuszba. Sziasztok! Itt vagyunk a gyönyörű budapesti Haris Parkban, ahol egy hármas kooperációban az Agrármarketing Centrum, az Agrárminisztérium, illetve a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésében elindítjuk a 2020-as tejkampányunkat. Gyertek, nézzetek körül! Idén, azaz 2020-ban is útjára indítjuk a tejfogyasztást ösztönző, tej és tejtermékek népszerűsítését célzó kampányunkat.
kampány célja kettős, ugyanis a fogyasztás ösztönzésen túl a tejtermékek élvezeti értékének népszerűsítését és a fogyasztói edukációt is szolgálni kívánjuk ezzel a kampánnyal. Mindegyiknek van tere, ugyanis a tejtermékfogyasztás Magyarországon tej egyenértékben mérve a 170 kg per fő per éves értéket éri csak el, míg az Európai Unióban ugyanez az adat 250 kg-ot is meghaladja, az Európai Unió átlagának fogyasztásához képest, tehát maximum a kétharmadon állunk jelen pillanatban. A fogyasztói edukáció pedig azért fontos, mert a WHO ajánlása szerint minél korábbi gyermekkorban elkezdjük a tudatos nevelést, illetve az egészségre való nevelést a gyermekeknél, annál egészségesebb és kiegyensúlyozottabb felnőtté válnak majd. A tej és tejtermékek fogyasztása hozzájárul az egészséges kiegyensúlyozott táplálkozáshoz, és számos jótékony hatása van vitamin és ásványanyag tartalmának köszönhetően. Évi 23 millió liter tej termelése mellett aligha nem érdemes meghallgatni a tejpiacon kialakult helyzetről Nyakas András véleményét. A Nyakas Farm Kft. Ügyvezetője, az év agrárembere kitüntető díj korábbi állattenyésztés kategória győztese a tejpiacon tapasztaltakról fogalmazta meg véleményét. Évi tejtermelésünk az 23 millió liter tej. Ha kimondjuk ezt a számot, akkor tudja mindenki, hogy mennyi ez a 23 millió liter. Tej, nagyon sok. Országos szinten tudom mondani, hogy a spot tejára most a vírus miatt egy kicsit lent van a spot tejára, ami meg fog emelkedni, természetesen. Na most a spot tejára a hazai felvásárlási áraknak a csökkenését egy kicsit az is csökkentette. Most úgy gondolom, hogy Magyarországon ma beállt már az a trend, hogy a felvásárlók és a termelők egymás között megállapodnak abba, hogy most lentebb viszik a tejárát, jövő hónapban fentebb megyen, igazodnak hozzá. Ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy korrekt árak vannak, és mindenki megegyezett azzal. Nekünk például egy korrekt partnerünk van, aki ezelőtt két évvel is azt mondta, hogy próbálják meg most lentebb vinni az árat, ősszel visszaadjuk. Nem is kértük tőlük, ősszel visszaadták. Tehát egy ilyen kapcsolatra gondoltam, hogy komoly legyen egymás között. Hol kerék, hol talp alapon működjön ez az egész dolog. De ami van egy kis tejfelesleg, az most csak abból adódik, úgy gondolom, hogy az export nem tudott annyira menni, mint annyira kell neki. A sporttejár ezért ment lent. A gyümölcstermesztők számára sok jót nem hozott a szeszélyes április. Országszerte fagyos éjszakákkal kellett megküzdeniük. A fagy nem kímélte az egyik legkedveltebb gyümölcsöt, a medgyet sem. Juhos Csaba, a Keceli Fresh Fruit Tész alapítója, elnöke, az év agrárembere díj kertészet kategóriájának győztese számolt be a megypiacon várható árakról. A megyhelyzetről beszélni a szakmán belül olyan, mint általánosságban az országban a fociról, hogy gyakorlatilag mindenki ért hozzá, aki zöldséggyümölcsel foglalkozik, vagy legalábbis nagyon gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy megfogalmazzon véleményt. Nem véletlen, hogy a megy a kertészetben az egyik legnagyobb értéket termelő árucik, és nagyon sok embert érint hagyományosan is, és napjainkban is. Bonyolult is a helyzete a megynek többnyire, rendkívül ingadozó az ára, és nem véletlenül okoz a sok öröm mellett, mert nyilván itt örömet is okoz, hogyha sokan termelik, de rengeteg bosszúságot és kárt is elszenved az, aki meggyel foglalkozik rendszeresen. Az idei év se különb, nagyon erős fagykár sújtotta a térségünket is, nem csak a megynél, de a megynél is tetten érhető. Az április hónapban, nem is tudom pontosan, tizenvalahány fagyos éjszaka volt, majdnem egymás után, ez derékbe kapta a már a fehér bimbós állapotát is a megynek, a teljes virágzást is, utána is, amikor kis megyszemek voltak, volt egy éjszaka, amikor fagyott nálunk. Ennek ellenére van termés a fákon. Most jelenleg az itt az általános álláspont, hogy körülbelül egy ilyen a tavalyi termésnek a 60-70%-ára lehet számítani. Mi kell hozzá, hogy tavaly se volt nagy termés, sőt inkább ilyen gyenge közepesnek volt mondható. Jelenlegi információk alapján a tavalyi ár az legalábbis elérhető. Tudni kell, hogy a konzervgyárak a készleteiket a
áprilisban, amikor kitört a felvásárlási láza a vírus veszély miatt, akkor az áruházak polcait minden nap kifosztották a vásárlók, és nem néztek, hogy kukorica, vagy borsó, vagy megy, minden befőtt, meg konzervet mindenki megvett. Úgyhogy a konzervgyárak egy picit fellélegeztek, megszabadultak a készleteiktől. Ennél fogva azt gondolom, hogy a konzervgyári kereslet erős lesz az idén. Az év agrárembere agrárinnováció kategóriájának idei győztese, dr. Orosz Szilvia egy olyan módszert mutatott be a vele készült interjúban, amely forradalmasította a takarmányanalitikát, és Európában szinte egyedülállóan hazánkban alkalmazzák. Az innovációnak az alapja az az, hogy én itt a találkozási teljesítményvizsgáló KFT-nél 2012-ben egy labor élére kerültem, illetve ezt a labort tulajdonképpen mi alapítottuk meg ezzel a céggel. Ez egy független takarmányvizsgáló laboratórium. Nagyon nagy kockázatot vállaltunk, mert egy új vizsgálati módszercsoportot hoztunk be Magyarországra úgy, hogy tulajdonképpen már nagy kereskedelmi cégeknél itt volt, de még független laborként nem volt itt ez a technika. És gyakorlatilag a széleskörű elterjesztés azt hiszem, hogy a mi nevünkhöz fűződik. Nagyon komoly kételyek voltak ezzel a módszerrel kapcsolatban, ez az úgynevezett NIR technika, ez a mesterséges szám, amikor ránéz a spektrofotométer a takarmányra, és csodálatos módon olyan adatokat kapunk, amit hagyományos technikában nem lehet. Tehát még azt is meg tudja mondani ez a rendszer, hogy egy takarmány rost tartalma 12 órán belül, vagy 24 órán belül, vagy 240 órán belül milyen mértékben bomlik le a bendőben. Tehát ez egy olyan különleges technológia, amivel mérhetetlen táblatok nyíltak a takarmány analitikában, és én azt gondolom, hogy 2012-re eljutott arra szintre ez a technológia, tehát olyan pontos és megbízható volt már akkor, hogy már be lehetett vezetni egy országos nagy mintaszámú laborba. Én azt gondolom, hogy ez akkor nagy kihívás volt, ma már azt mondják a kollégák, hogy enélkül nem tudnának gyorsan dolgozni, ugyanis egy nedves kémiai labor, egy klasszikus laboratórium egy-két hét alatt ad eredményeket, mi 24 órán belül kiadunk 35-40 paramétert, tehát a legfontosabb talán az volt, hogy nagyon gyorsan lehetett megbízható eredményeket adni. De 2012-ben bizony ez még nagy kérdés volt, hogy ezek az eredmények használhatók-e, nem vezetett tévútra, hiszen nekünk direkt a kapcsolatunk a termelőkkel, tehát ha mi rossz eredményt adunk ki, és arra épül fel egy receptúra, az óriási károkat okoz. Tehát nem csak gazdasági károkat, hanem állategészségi problémákat, tehát ketózishoz, acidózishoz vezethet, hogyha a labor nem mér jól. Tehát nagy volt a kockázat. Mások úgy gondolták, hogy nagy a kockázat. Mi már akkor teszteket végeztünk, illetve körbenéztünk, hogy az európai környezetben ez a technika már elfogadott, az Egyesült Államokban már akkor széles körben használták. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ez egy megbízható technológia, csak még Magyarországon nem ismerik, és ehhez adtuk a nevünket, a kitartásunkat, az időnket, hogy ezt megismertessük, és nagyon-nagyon örömre szolgál, hogy tulajdonképpen ma már az ország nagy része ilyen típusú adatokkal dolgozik, és gyorsan rendelkezésre állnak. Tehát nem, hogy állategészségi problémákat generálnánk, hanem megelőzzük, hogy az állategészségi probléma első lépéseinél be lehet avatkozni, mert annyira gyorsan jön az eredmény. A repce a természet egyik csodája. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőasszony és dr. Nagy István agrárminiszter arról beszélgettek, hogy mennyi lehetőséget tár elénk ez a növény. Hiszen a repcéből nem csupán üzemanyagot és sütésnél használt olajat állíthatunk elő, hanem kiváló nektárforrás a méhek számára is. Itt vagyunk most egy ilyen repce táblában, és egy kicsit már az elvirágzás vége felé járunk, de nagyon sokaknak, nekem is, a repcéről ez a nagy, szép, sárga tábla, amit kifelé a kocsiból valamerre felé láttunk, marad meg a képben. Mi az, amit igazából nekünk a repcéről tudnunk el? Az, hogy a természet egyik csodája, hiszen a festő nem tud a palettáján olyan gyönyörű színt kikeverni, amikor azt látja az ember, hogy a zöld megújuló határba elkezd virágozni a repce, és az a csodás sárga szín, amit jelképezi a repcét, az valami fantasztikus. Erről nincsenek szavak. És ez a csodás növény, ami így néz ki, ez rendkívüli módon érdekességeket tár elénk, hiszen
Ma már zömmel ipari növényként biodízelt állítunk elő belőle. 300 ezer hektáron vetik Magyarországon, és mintegy 900 ezer tonna termésünk van ebből, és úgy gondold el, hogy egy hektárnyi repcéből mintegy 1000 liternyi üzemanyag keletkezik. Ez ugye a biodízel vonulata. De amikor otthon főzöl, akkor az az olaj, amit használunk, a napraforgó mellett zömmel a repce. Biodízel előállító nagyhatalom vagyunk, és szerte Európába, Magyarországról exportáljuk a biodízelt. És hozzá kell tenni még, hogy ugye ennek az alapanyaga, a mellékterméke a biodízel előállításnak is kiváló takarmányforrás. Tehát az állattenyésztés számára is jó. És van még egy nagyon kedves dolga, hiszen ez a sárga szín, ez megihleti a méheket, és egy kiváló nektárforrás a méhek számára is. És egy nagyon sajátságos, nagyon különleges méz készül a repcemézből, a repce nektárjából. Hiszen ez az a méz, amely szinte a pörgetés pillanatában azonnal kristályosodik, tehát ez nem folyékony, úgy néz ki, mint a kacsazsír, és az a tulajdonsága van, hogy a cukor összetétele pontosan ugyanolyan, mint a vércukor. Ezért ezt bárki fogyaszthatja, nem csinál a gyomorba savat, és akár a cukorbetegek is nyugodt szívvel fogyaszthatják. Tehát nagy csoda rejtezik a repcében, sokoldalú felhasználással könnyű termeszteni, de szakértelmet igényel, hiszen az, hogy 3 tonnás termés legyen egy hektáron, onnantól ez már egy nagyon jó jövedelmező ágazatnak számít, és nagyon remélem, hogy a vetésforgóban jól megtalálja a helyét, a mai aszályos, száraz időszakban biztonsággal termeszthető, hiszen nagyon korán már betakarítható, most is látjuk, hogy szépen kötött, és szép fejlődésben vannak gyakorlatilag a repce állományunk, úgyhogy egy jó termés várható erről a tábláról is. Azt látjuk, hogy addig, míg egyes szektorokban az emberek elvesztették munkájukat, addig a mezőgazdaságban és az agráriumban óriási igény lenne idény munkásokra. Éppen itt egy sárgarépa vetés kellős közepén állunk, ami azt jelenti, hogy egy hét múlva, 10 nap múlva, amikor kell, akkor már ide kellene kézi munkaerő, hiszen ez biokultúrában termesztett sárgarépa lesz. És úgy tűnik, hogy ez a probléma meg fog oldódni, mert több forrásból is sikerült megtalálnunk a biokertészethez szükséges munkatársakat. Az egyik ilyen forrás az a munkaszület.hu, amit a minisztérium hozott létre. Ajánlom mindenkinek, aki éppen elvesztette a munkáját, megélhetést keres, ideiglenesen vállaljon az agráriumban munkát. Ebben segít az Agrárminisztérium által fölállított munkaszület.hu nevű honlap is. Érdeklődjenek, nézzék, és keresse meg mindenki azt a lehetőséget, hogy hogyan tudja a megélhetést biztosítani ezekben a nehéz időkben is. Köszönjük, hogy velünk tartottak! Végezetül engedjék meg, hogy felhívjam figyelmüket a Magyarország legszebb birtoka díjkiírásra, az Agrotrend csoport egyik legnépszerűbb projektjére.